Gyermeknap a Gutenúti óvodában. Városi Csokonai könyvtár nyitva tartása. Nyitott gazdaháznapok. Nem okozott jelentős kárt a vihar térségünkben az utóbbi időben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 15-én 18 óra 5 perckor. A Gutenúti óvodában Balajtiné és Sütő Margit tagóvodavezetőt kérdeztük a gyermeknapról. Minden évben május végén, június elején megtartják az óvodás gyermekeknek a gyermeknapot. Ma ez a Mesevarázs munkaközösség tagjai által előadott meséjével indult, majd meghívták népi kismestereket, akik különböző tevékenységeket ajánlottak fel a gyermekeknek. Ma a gyermeknapot fogjuk megünnepelni az óvodánkban, hiszen minden évben hagyományá vált már nálunk, hogy május végén, június elején megtartjuk az óvodás gyermekeinknek a gyermeknapot. Az előzőekben a Mesevarázs munkaközösség, amely az intézményünkben működik, annak nézhették meg a gyermekek a mesejátékát. A későbbiekben a délelőtt folyamán pedig meghívtuk a népi kismestereket, akik különböző tevékenységeket fognak felajánlani a gyermekeknek, így Fejesné Gabika néni, mint csipkeverő, és Pincésné Sós Gyöngyi, ő pedig kunhímző, és ő pedig majd rongybabákat készít majd a gyermekekkel. És akkor még egy meglepetés is várta a gyermekeket, az egyik kolléganőknek a párja motorokkal foglalkozik, és hogy a fiúknak is egy kicsit kedvezzünk, meghívtuk őt, és akkor egy kis motoros bemutatóval készítünk. De főképpen ugye a hangsúly a hagyományok átörökítésen van, a népi kismesterségeken. A nagyok elballagtak, akkor volt ballagási és évzáró műsor. Múlt héten szinte minden nap volt egy-egy ballagás évzáró műsorunk valóban, ők már átlépték az óvoda kapuját, és elballagtak tőlünk. 27 kisgyermek megy iskolába, és kezdi meg ősszel a tanulmányait. Előre megtervezett mindennapi tevékenységeket, kirándulásokat, élményszerző, tapasztalatszerző programokat szerveznek nekik az óvodapedagógusok. A nyári ügyeleti óvodára a szülők benyújthatják ugye az igényüket. Színes programokkal készülünk, előre megtervezett mindennapra tevékenységeket, kirándulásokat, élményszerző, tapasztalatszerző programokat szervezünk. Júniusban családi nap lesz az óviban. A szülői munkaközösség közösen lesz itt az arcfestéstől kezdve rajzversenyen, sorversenyen, apa-gyermek focinál. Sok érdekes program is. Egy nagy családi napunk lesz, a szülői munkaközösségi tagokkal készülünk erre a napra, és várjuk szeretettel az óvodás gyermekeinket, családtagjaikkal, és lesz itt mindenféle móka, kacagás, arcfestéstől kezdve, rajzverseny, sorversenyek, apa-gyermek foci, úgyhogy nagyon-nagyon nagy izgalommal várjuk ezt a napot, hiszen ez egy első alkalom, amikor egy ilyen nagy családi rendezvényt fogunk az év végén szervezni a óvodánkban. A Covid-járvány után újra nyitva van a Városi Csokonai Könyvtár rendes nyitvatartással. A Covid-járvány után újra nyitva van a Városi Csokonai Könyvtár rendes nyitvatartással. A Covid után újra nyitva van a könyvtár rendes nyitvatartással, keddés péntek 10-től 16-ig, szombatonként 8 és 12 óra közötti időszakban. A nyári szünetbe zárva leszünk két hétre, és szombatonként zárva leszünk a nyári időszakban. Új könyvek is érkeznek a könyvtárba, hiszen több mint 4 millió forint a beszerzési keretük erre az évre. Nagyon örülünk neki, hogy újra van beszerzési keretünk. Több mint 4 millió forint a beszerzési keretünk erre az évre is, és már február óta folyamatosan vásároljuk az új könyveket, az újdonságokat. A szépirodalomtól, a szakirodalomtól kezdve gyerekkönyveken át mindenféle újdonság, ami megjelent eddig. A felnőtt olvasók leginkább a szerelmes regényeket, krimiket, thrillereket keresik, de a szép irodalom is keresett. Leginkább a szerelmes regények és a krimik, a thrillerek a népszerűek az olvasóink körébe, de nagyon sok tényirodalmat is olvasnak, és azokat is próbáljuk az igényeknek megfelelően beszerezni.
A beiratkozási díj évek óta nem emelkedett. Felnőtt olvasóknak 1500 forint egy évre. Beiratkozási díjunk az már évek óta nem emelkedett. Felnőtt olvasóink részére 1500 forint a beiratkozási díj egy évre. A 16 éven felüli diákoknak 800 forint a beiratkozás, és 65 év feletti nyugdíjasoknak ingyenes a beiratkozás a könyvtárban. A 16 éven aluliaknak is ingyenes a beiratkozás, ugyanúgy, mint a nyugdíjas olvasóinknak. A nyári időszakra is terveznek rendezvényeket. Könyvtári foglalkozásokat a gyerekeknek, esetleg író-olvasó találkozókat, vagy könyvben mutatókat, ahogy sikerül leszerveznünk ezeket a programokat, úgy majd hirdetjük a közönség fele. Egy pályázati programon keresztül sikerült új számítógépeket beszerezniük. Új számítógépeket tudtunk a pályázati pénzből beszerezni, ezeket a gyermekkönyvtárba helyeztük el, és modern új gépekkel tudnak a gyerekek internetezni. Minden évben bezár két hétre a könyvtár. Most július 16-tól augusztus 1-ig, július 1-től augusztus 31-ig szombatonként zárva tartanak. Nagy Emese etnográfussal beszélgetünk a gazdaházban, az Ady Endre utcán a nyitott gazdaháznapokon. A házat általában orvosnagyházként ismerik, új tulajdonosai is így vették meg, majd alapos kutatásba kezdtek mind a ház történetét, mind a család történetét illetően. Ezt a házat általában úgy ismerik Karcagon, hogy orvosnagyház, mi is így vettük meg másfél évvel ezelőtt, és alapos kutatásba kezdtük mind a ház történetét, mind a család történetét illetően, és most már tudjuk, hogy valójában ez egy Csészabó ház. Nem azért, mert mi Csészabó Zsolt doktoréktól vettük meg, hanem azért, mert az 1870-es években Csészabó Imre bácsi, nekünk Imre bácsi akkor még fiatalember építette, és a velünk szemben lévő két ház is az ő családjában volt, az ő testvéreié volt, egy lány testvére és egy fiú testvéréé. Neki született itt kettő lánya, Csészabó Juliska és Csészabó Mária, és Csészabó Juliska által a Tőkés családdal, a híres karcagi Tőkés családdal, akiről a Tőkés utca is el lett nevezve, kerültek rokonságba. Így aztán a ház története egyrészt kötődik a Csészabó családhoz, másrészt a Tőkés családhoz, valamint rokonságban voltak valóban orvosnagyékkal, és így költözött ide később a kulák üldözés következményeként orvosnagy Károly bácsi, valamint Simon Mária a Kinizsi utcáról, aki szintén kulák listára került családnak a lánya volt, és ők voltak az utolsó lakói ennek a háznak. Ez most egy ilyen helyzetkép, egy pillanatkép arról, hogy most mit tudunk a házról és a lakóiról, de folyamatosan kutatjuk a ház meg az itt lakók és a családnak a történetét. A házba belépve egy időutazás kezdődik, mind a portát, mind az épületet tekintve. Eredetiek a nyílászárók, öntött üvegek vannak benne, gyönyörű részkilincs, világító ablakok, a padló, a kövezet, sőt a falfestések is. Egyrészt a vételi szándékunkat az erősítette meg, hogy belépve az udvarra egy időutazás kezdődik szerintem, maga a porta képét tekintve is, valamint a házban a egy kilincs és egy-két betonozott felület kivételében minden eredeti állapotában maradt meg. Eredetiek a nyílászárók, öntött üvegek vannak benne, gyönyörű részkilincsek, betörés ellen, kulcsbetörés ellen való kis ablakvédő rácsok, világító ablakok, a padló, a kövezet, sőt a falfestések, amire külön felhívnám a figyelmet, és ezek többnyire felújíthatóak, és ez ösztönzött bennünket arra, hogy akkor vegyük meg értékmentésként ezt a házat, és próbáljuk felújítani eredeti állapotában. Ebben segít minket a Népi Építészeti Program, ez a Teleki László Alapítvány által meghirdetett, már most nagy múltú program, amiben sikerült bekerülnünk, és első körben idén a statikai munkákat és a vízmentesítési feladatokat végezhetjük el. Hogy mikor lesz teljes pompájában látható a ház, azt még nem tudjuk, de egyelőre annak örülünk, hogy elkezdhettük, és közben jó körülmények között folytathatjuk a kutató munkát. Nagy Emesék, akik a Bengecseg Alapítványnak adták oda a házat szívességi használatra 10 évre, akik itt programokat szerveznek majd. Ha már mi magánemberként vettük meg a házat, de a Bengecseg Alapítványnak adtuk oda a szívességi használatra 10 évre,
és jelenleg ez az alapítvány székháza, tehát az elsődleges funkciója az, az alapítvány székháza, itt tartjuk az eszközeinket, programokat szerveztünk már ide, és ez a nyílt nap is valójában az alapítvány szervezéssel szeretnénk a felújítás előtt megmutatni még eredeti állapotában mind a házat, mind az udvart, vagy a beszélni a terveinkről, céljainkról. A most látható kiállításban lévő tárgyak, dokumentumok, fotók, újságok, mind helyi leletek, többnyire a padlásról kerültek elő. A kiállításban levő tárgyak, dokumentumok, fotók, újságok, ezek mind helyi leletek, többnyire a padlásról, vagy eldugott zegekből, zugokból szedtük elő őket. Bútor viszont nem maradt. A kiállításon van egy levél, amit előbb említettem, amit Csészabó Marika néni írt 62-ben a Szabadföld szerkesztőségének, hogy mivel a egyes típusú TSZ-be elvették a földjét, de nem kapott érte haszonbért éveken át, ezért, és munkát sem kapott sehol a városban, valószínűleg a kulák bélyeg miatt, ezért mindent lassan már eladott a házból. Tehát innen tudjuk, hogy azért nem maradt ebben a házban valószínűleg bútor, mert ő szép apránként eladogatta a tárgyait, és mi már gyakorlatilag bútor nélkül vettük meg, kettő fotel, egy szekrény és egy majdnem széthulló szekrény maradt meg itt. Az itt látható bútorok, azok vagy a saját bútoraink, amiket elhoztunk, mert itt jobban mutat, vagy azóta vásároltuk már, hogy valamivel megtöltsük a házat, meg esztétikusabbul tegyük. Sőt, most egy nagyon-nagyon szép bútort kaptunk egy mecénás jó voltából, a Rimaszombati Rózsika néni házát, aki a Madarasi úton lakott, egy komplett szobabútort birtokolhatunk itt a házban, és ennek is lesz majd egy külön kiállítása ennek a bútornak, miután teljes pompájába vissza tudjuk állítani. Emellett a kirakott 103 féle újságból, folyóiratból, dokumentumból sok mindent lehet megtudni a régi Karcagról is. A három nap alatt a nyitott gazdaháznapokon volt csigacsinálás, vert csipke bemutató, több előadás és filmvetítés is. Az elmúlt hetek esős, viharos időjárása nem okozott jelentős kárt a meggyültetvényekben sem. A csapadék okozta kirepedezés kevésbé érinti a meggyet, de az eső várhatóan kedvezően hat a gyümölcs minőségére. Korábbi közleményünkben még arról írtak, hogy az aszály idő előtti lehullással fenyeget. A hónap elején a szárazság miatt a szemek még kisebbek voltak a szokásosnál. A karcagi gazdák szerint az idei termés jobb lehet, mint az előző években, amikor a tavaszi fagyok miatt csak 60 ezer tonna termett. Tavaly ráadásul nagy szárazság is volt, ezért olyan apró maradt a megy, hogy nehéz volt eladni a feldolgozó iparban és külföldön. A betakarítható mennyiségnél idén is nagyobb kérdés lesz, hogy milyen mennyiségben terem 18 mm-esnél nagyobb hűtő- és konzervipari feldolgozásra, valamint exportra alkalmas megy. A belföldi termés maximuma 80 ezer tonna lehet. Az előző évtized második felében átlagosan évi 70 ezer tonna termett. A termés túlnyomó részét, körülbelül 45 ezer tonnát a belföldi konzervipar vásárolja föl, a kivitel 12 ezer tonna, a behozatal legfeljebb 2 ezer tonna. Se a termésmennyiség, se a termőterület nem változott jelentősen 60 éve. Magyarország a megytermelők világrangsorában a 8. helyen áll. Az európai országok közül a legnagyobb változás Németországban következett be. A 70-es évek óta a tizedére, mindössze évi 13 ezer tonnára csökkent a termés. Lengyelországi ugyanakkor ez alatt 45 ezer tonnáról 155 ezer tonnára nőtt. Rajtuk kívül a térségben évi 115 ezer tonnás termeléssel csak Szerbia előzi meg Magyarországot. A globális megytermés a 2010-es évek második felében meghaladta az 1,4 millió tonnát. Az európai részesedés a 70-es évek óta 50%-ról 20%-ra csökkent. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!